A mai napig nagyon sok elmélet él az emberek fejében a honfoglalásról, azonban, hogy megleljük az igazságot, érdemes áttekinteni, hogy a történészek mit is tudtak megállapítani róla. A honfoglalás az a magyar történelmi esemény, ami a legkevesebb hiteles forrást nyújtja a kutatók számára. Honfoglalásnak nevezzük azt a magyar történelmi eseményt, amikor a magyar nép valamilyen elhatározásból benépesíti a Kárpát-medencét, hogy új hazát alapítson. Két elmélet létezik, ami hivatalosan elismert. Az egyik a hagyományos nézet, mely szerint a magyarok egy hosszal érkeztek a Kárpát-medencébe. Az elmélet szerint mindez 895 körül történt, amikor a magyar vezérek vezetésével a magyar nép megérkezett ide. Benépesítették az Alföldet, 902-re pedig az itt működő Morva Birodalom, amit első Svatopluki fejedelem irányított, lassan szétesett. A Kárpát-medence kiválóan alkalmas volt arra, hogy a magyarok az állataikat itt legeltessék, a szláv és avar törzsek szép lassan beolvadtak a magyarok közé. A második elméletet László Gyula találta ki. Elmélete szerint kettős honfoglalás történt, vagyis a honfoglalás két különböző időpontban zajlott le, két hullámban. Az első 670 körül történt, a második 895 környékén. László Gyula szerint az avarok és a magyarok azért nem harcoltak egymással, mivel kultúrájuk szinte azonos volt, ráadásul szerinte egy nyelvet beszéltek. Ezzel mindössze annyi gond van, hogy ezt az elméletet semmilyen történelmi forrás nem igazolja. Legújabb kutatások szerint a honfoglalás 860 körül kezdődött, és a magyarok kisebb csoportokban fokozatosan kezdték belakni a Kárpát-medencét. 896 körül érhetett véget ez a folyamat. Ezt az elméletet Szőke Miklós Béla képviseli. Ezek az elméletek természetesen a finnugor őshaza elmélethez kapcsolják a magyar honfoglalás történetét, amit főleg a veres etnogenezis taglal részletesebben. Mindössze a cserkaszkuli kultúra az egyetlen történelmi forrás, ami ezt meg tudja erősíteni. Ez alapján a magyarok az Urál-hegység környékén éltek, és egy úgynevezett finnugor ősnéphez tartoztak, ez az ősnép halászattal, vadászattal foglalkozott. A törzsek folyamatosan vándoroltak vagy keleti vagy nyugati irányba, időszámításunk előtti második évezredben a vándorlásoknak köszönhetően a törzsek megismerték a déli iráni népekből az állattartást és a földművelés fortéjait. A bronzkor végére kialakult egy elő magyar törzs, amely kivált a finnugor ősnépből és önállósodni kezdett, ez alapján alakulhatott ki a kezdetleges magyar nyelv. Az időszámításunk előtti 12. században költöztek a sztyeppékre, ahol iráni eredetű népekkel találkoztak, átvették tőlük a nomád életmódot. Az időszámításunk előtti 5. században elindult egy népvándorlás, és az elmélet szerint több új haza is kialakult. Az Urál-hegység alatt a Magna Hungária, a Kaukázus előterében az úgynevezett kaukázusi Magyarország. Utóbbi helyen állítólag megtanulták a fényművességet a magyarok. Itt már az ogur nyelvvel is találkozhattak. Természetesen az eredet történet ezen kezdeti része erősen megkérdőjelezhető, mivel finnugor nyelvészeti alapokra van helyezve, ma már a Magyar Tudományos Akadémia is csak egy lehetséges elméletként említi, ami a Rákosi és a Kádár korszak egyik sajátos múlt megmásító végterméke. Ha van is valami alapja, a legtöbbje kitaláció. Ami majdnem biztos, hogy a 670-es években a magyarok az Etelközhöz értek, ahol a hagyomány szerint Levedi vezér megalapította a levédiát, majd később az egész Etelközt átvették az onogur bolgár birodalomtól kazár támogatással. Később a kazár birodalomtól független magyar birodalom alakult ki. A kettős fejedelem választást a magyarok a kazároktól vették át, Bíborban született Konstantin nevezte a helyet először Etelköznek, és az itt élő magyarságot türköknek. Etelköz pontos földrajzi helye nem ismert, a Dnyeper-Nyeszter-Prut folyók határában lehetett. Az itt élés egyik bizonyítéka, hogy a legtöbb földműveléssel kapcsolatos finnugor eredetű szavunk itt alakulhatott ki, de persze ez csak a finnugor őshaza elmélet támasztja alá. Vannak kapcsolódási pontok, de nem fed le mindenre magyarázatot. A 7.-8. századra a kabar törzsek is beolvadtak a magyarok közé, akik jól értettek az íjászathoz. Egyes vélekedések szerint itt egy erős magyar birodalom működhetett. A 9. század közepétől megkezdődtek a portyázások nyugat felé. A kalandozások korának is nevezték, mikor keresztény, illetve pogány államok bérelték fel a magyarokat, hogy vegyenek részt a háborúikban. Egyes feltételezések szerint a magyarok szövetséges hadseregként érkeztek a Kárpát-medencébe a morvák ellen, de a velük szövetséges besenyők a teljes magyar népet elkergette az Etelközből, a túlélők pedig a biztonságossá vált Kárpát-medencébe húzódtak be. A másik elmélet szerint a hosszabb folyamat alapján állatostul mindenestül a magyarok hosszabb ideig tartó folyamatként élték meg a honfoglalást, és nem pedig hódítókként jöttek.
896-ig 250-500 ezer magyar ember érkezhetett a Kárpát-medencébe, míg a magyarok egy másik része délre vándorolt, és ott kialakult Kum-Magyaria, vagyis a kaukázusi Magyarország. Ez áll a kutatók álláspontjához a legközelebb. Sudár Balázs, a Magyar Tudományos Akadémia őstörténeti kutatócsoportjának tagja, mélységesen elválasztja a finnugor nyelvészeti eredményeket a történelmitől. A nyelvészeti eredményeket nem kérdőjelezi meg, de a Magyar Tudományos Akadémia elhatárolódik a finnugor őshaza elmélettől, mivel a nagy része nincs ráfektetve történelmi alapokra, egy-két kultúra töredéken kívül nincs semmi más. A finnugor őshaza elmélet egy jól részletezett feltételezés, a hiteles magyar történelem forrásokkal csak az etelközi eseményektől követhetőek nyomon. Hiányosan.